nem tudom, hogy vannak vele, én ezért maradnék a hagyományos focinál. Na de az egyik legnagyobb hazai energiaszolgáltató igyekszik a társadalmi felelősségvállalási programjaikon keresztül a fenntarthatóságra nevelést támogatni. A Föld bajnokai program ezért jött létre, amely keretében már második alkalommal hirdettek győzteseket. Nekem a macska. Pulyka. A tutya, a nyuszi, a csibe, az egy kis csúk. Nálunk is van a paradicsom. Jókat találtottunk. Ezek a gyerekek már egy olyan nemzedék képviselői, akik számára a környezetre való odafigyelés az életük teljesen természetes részét képezi. Köszönhetően olyan nagy cégek társadalomért érzett felelősségének is, mint az egyik legnagyobb hazai energiaszolgáltató. Második alkalommal hirdették meg tavasszal a földbajnokai pályázatot, amelyre köznevelési intézmények jelentkezhettek. Vártuk olyan óvodák, iskolák, általános iskolák, középiskolák jelentkezését, amelyek szerettek volna támogatást kapni fenntarthatósági ötleteik, programjaik megvalósításához. Ma itt mindazokat díjazták, akik kreatív ötleteikkel kiérdemelték a földbajnoka címet és az ezzel járó összeget, amivel megvalósíthatják környezetvédelmi terveiket. Összesen 400 iskola és óvoda jelentkezett a pályázatra, ami egy fantasztikus szám, és nem teszi könnyűvé számunkra azt, hogy kiválasszuk azokat a legjobbakat, akiknek ezt a támogatást meg tudjuk adni, hogy meg tudják valósítani ezeket a programokat. Pokornilia hálás azért, hogy a zsűri tagjai között lehet. Voltam olyan szerencsés, hogy a zsűri tagjai között mondhatom magam, tehát ez most már a második alkalom, hogy együtt zsűrizhettem itt a csodás zsűritársaimmal, és végigolvashattam, végigkövethettem azokat a pályázatokat. Első alkalommal én felkészültem természetesen, hogy biztos milyen szép pályaműveket fogok olvasni, de egy vonaton ülve olvastam Pécs felé, és meg kell, hogy mondjam, megkönnyeztem jó párat. Mert azt a kreativitást, azt a szívlélek munkát, amit itt pedagógusok beletettek ezeknek a pályázatoknak az előkészítésébe, és hogy amilyen fontosnak tartják azt, hogy a gyerekeket hogy neveljék, hogy vigyék, hogy mutassanak egy olyan utat így a környezettudatosság felé, ez szerintem egészen elképesztő. Nehéz dolog ebből a rengeteg lelkes intézményből kiválasztani a díjazásra méltókat. A zsűri döntése alapján 14 óvoda és iskola részesült idén támogatásban, illetve volt egy olyan intézményünk, hogy egy iskola, amely a közönség díjat nyerte el, így összesen 15 óvodát és iskolát tudunk az idén támogatni, hogy meg tudják valósítani a fenntarthatósági, környezetvédelmi elképzeléseiket. Egy Szent István telepi iskola is a díjazottak között volt. Három álmukat szerették volna megvalósítani. Egészen pontosan egy kinti osztályterem. A gyerekeket kint is tudjuk tanítani a természetben, a természettel. Egy vizes élőhelynek a létrehozása, illetve a Pilisi Park erdő területén egy közel 4 kilométeres tanúsvény létrehozása. A vizes élőhelyre repülő rovarok és vízi állatok tudnak majd betelepülni. Az élőhely létrehozása a gondoskodáson túl a terület megtervezését is jelenti, amit a gyerekek és a szülők közösen fognak megalkotni. A tanúsvény pedig sokak összefogásának az eredménye. Igazából ebben már a városi önkormányzat is szerepet vállalt, hiszen magát a területet azt ők bocsátották a rendelkezésünkre, tehát ha így nézzük, akkor a közösségépítést már is kezdtük. 4 kilométeres Matrix tanösvény, amiből nekünk 4 kilométerünk van. Az intézmény nem csak a környezeti nevelésben jeleskedik, hanem a gyerekek között igyekszik egyenlőséget teremteni, bármilyen problémával is érkezzenek. 440 gyerekünk van, és mi egy integráló iskola vagyunk, tehát nagyon sok sajátos nevelési igényű gyerekkel foglalkozunk, illetve az egész környéken nekünk van az alapító okiratunkban benne, hogy autista gyerekeket is tudunk integrálni, így viszonylag magas az autista gyerekek száma. És szeretnénk, hogyha egy kicsit ők is a központba kerülhetnének, és ők lesznek az egyik célcsoportja ennek a pályázatnak. Tavaly is számos érdekes pályázat érkezett, amire öröm ma is emlékezni, és amelyek mára a mindennapi működés részévé váltak. Jönnek olyan pályázatok, amire én biztos, hogy nem gondoltam volna. Nekem a tavalyi kedvenc pályázatom az óvoda volt, amely egyébként olyan bicikliket vásárolt, amelyekkel a gyerekeket el lehet vinni az óvodába, és versenyt hirdetett a szülők és a nagyszülők között, hogy ki az, aki többször viszi el a gyerekeket biciklivel az óvodába. Egyébként meg is tanított
tanítanánk ezeket az óvodás gyerekeket biciklizni, rollerezni, aki esetleg még nem tudott. Nagyon meghat az, amikor akár egy olyan faluból vagy közösségből pályáznak, ahol mondjuk nagy szegénységben élnek, akár családok vagy gyerekek. És amikor mondjuk már az is kérdés, hogy levedlet vagy örökölt fabútorok olyan állapotban vannak, amik a felújításra mondjuk fontos lenne, vagy hogy a gyerekeknek hogy mutatják meg pedagógusok, hogy miért fontos az, hogy a környezetünkre vigyázzunk. És ez engem mindig nagyon szíven üt. Én soha nem gondoltam volna, hogy lesz olyan óvoda, aki azzal pályázik, hogy a régi fabútorait hogyan fogja majd tudni fenntartható módon felújítani. Ahogy arra sem gondoltam volna, hogy lesz olyan pályázónk, aki leveleket szeretne gyűrűzni a gólyákhoz hasonlóan, és azt megnézni, hogy, vagy megmutatni ezen keresztül a gyerekeknek, hogy mi történik ezekkel a levelekkel. 2025 tavaszán is várják a pályázatokat, kreatív ötleteket, lényegében a fiatalság válaszait a fenntarthatóság kihívásaira, amelyek más közönséget is inspirálnak és a zöld útra vezetnek.